félreértések elkerülése végett, az új világrend már kialakult. Az új világrend itt van, és tulajdonképpen mi csak látjuk az utolsó simításokat, ami a következő egy világháború lesz, és az azt követő és az azzal járó éhínség és mindenféle betegség, zűrzavar, és ebből fog kinőni az új világrend. Semmit sem tud ellenetenni senki, én nem is azért csinálom ezeket a videókat, hogy ezt megakadályozzam, sokkal inkább azért, hogy megértessem az emberekkel azt, hogy ez egy bibliai profécia, ez több ezer éve le van írva, és megvan a Bibliában. Ez az, ami számomra egyértelművé teszi, hogy az az igazság, ami a Bibliában található, és amit ott olvashat az ember. De most, hogy miért nézzük ezt az embert, ő ugye Dalai Láma, ő a buddhizmusnak a, nem is tudom, Dalai Láma reinkarnációja az valamilyen formában, egy ilyen istenség, teljesen mindegy, ez egy pogány vallás, ugyanolyan, mint a hinduizmus, izlám, katolikus vallás, vagy akár a modern kereszténység, beleértve az összes református, protestáns vonulatot. Mindaz, aki nem követi a Bibliát, és a bibliai egyetlen teremtőt, Jahuát, az mind pogány besorolás alá tartozik. Na, ez érdekes fénykép azért, mert itt alul lehet látni, ő ekkor ebben a videóban arról beszélt, hogy nekünk nevelnünk kell a bevándorlókat és a menekülteket, és integrálnunk kell az európai, illetve a nyugati világba, hiszen ez egy világ, és így tudunk egy világot teremteni, valamint egy global citizen, ami a világpolgárt jelenti. Tehát csak azt akartam érzékeltetni, hogy ő is ugyanazt a követ fújja, mint amit a pápa, vagy amit az összes szabadkőműves és az összes világvezető, ami egy kormányt, egy világrendet akar. Ő semmivel se különbő, nem szent, ő ugyanúgy része az egésznek, az egész megtévesztésnek, az egész agymosásnak, mint az összes más ember, akit tévében lehet látni. Ugyanaz a célja neki is, ugyanúgy benne van, mint ahogy bárki más, akit a tévében látok. Egy világ és világpolgár, erről beszél, hogy az egész világnak egyesülnie kell. Ugyanaz a lényeg, ugyanaz a célja, mint a világvezetőknek, Rockefellernek, Rothschildnek és az összes többinek. Ő semmivel sem külön. Senki, akit a tévében lehet látni, nem külön. Ugyanúgy, ugyanazt csinálja mindegyik, különben nem kerülne oda. Minden jót!